Kedves kollégák, nézzük meg, hogy ez a kiváló és nagyon népszerű uh, eszköz, a Genially tulajdonképpen mm, tanár szemmel nézve mire jó, mire nem jó, mit kínál a számunkra. Egy nagyon rövid prezentációt szeretnék megmutatni <kül> erről a témáról, és először is tisztázzuk, hogy a Genially egy tartalomkészítő eszköz, amely tartalom mindenképpen egy webes tartalom, tehát online módon az interneten érhető el leggyakrabban. Nem kizárólagos ez a lehetőség, de leggyakrabban. Multimédiás, tehát mindenféle médium lehet benne, a kép, videó, animáció, hang, stb. <kül> És mindenképp jellemző rá az interaktivitás, tehát nem feltétlenül jellemző az, hogy a felhasználók ilyen passzív nézői a látványnak, hanem sokkal inkább aktívan tudnak kattintani, részt tudnak venni mondjuk a látványban. Úgyhogy ha röviden kellene a Genialit bemutatni, akkor ezt mondanám. Ha tanár szemmel nézzük, akkor nagyon sok mindent rejt magában. Ugye itt szó lehet prezentációkról. Például ez, amit most mutatok, ez egy level készített prezentáció. Azért készítettem el, tehát ilyen hogy Mozart, módszertani hátsó szándék vezérelt ebben. Tehát izgalmas Látványos és interaktív prezentációk lehetnek. Interaktív alatt azt értem, hogy egyes részeire rákattinthat néző, ha az publikus. Lehet vele infografikákat készíteni, interaktív képeket, egész kis multimédiás tananyagokat is, gyakorló feladatokat, játékos feladatokat. Különböző típusú, érdekesebb illusztrációk, mint az elmetérképek, idővonalak, interaktív térképek, ábrák készíthetők, de lehet vele videó, videókat vagy videószerű tartalmakat készíteni, animációt, lehet játékos kvízeket készíteni, és természetesen a legismertebb és a legkomplexebb talán az oktatási felhasználások közül a szabaduló játékok, amelyhez szintén vannak sablonok, példák, minták a csinéliben. Tehát a játékos tanulást kiválóan tudja támogatni, viszont nagyon fontos, hogy itt nincsen szó értékelésről szummatív értelemben, tehát nem lehet a geniali készített tartalmakban vagy tartalmakkal nyomon követni a diákokat, tehát hogy az egyes diákok pontosan hogyan szerepeltek, hogyan kattintottak, hogyan járták be az egyes tartalmakat. Tehát ilyen módon nem a szummatív értékelés eszköze. Ez nem is olyan nagy baj, mert van éppen elég szummatív értékelő eszköz ezen kívül. Viszont, ami nagyon lényeges, az az, hogy, hogy játékos megoldásokra nagyon is alkalmas továbbá, hát kicsit közvetett módon, de a formatív értékelésre is alkalmas, hiszen visszajelzéseket lehet vele adni a tanulónak, akár egyéninek használja, akár pedig egy közös feladat során. Úgyhogy azért elég sok mindenre alkalmas ez az eszköz, de az biztos, hogy csak akkor igazán hatékony egy digitális eszköz, mint minden, Amennyire jól használjuk, tehát ha elég kreatívan és eléggé jól kitalált pedagógia mentén használjuk. Ez minden egyes digitális pedagógiai eszközre igaz, tehát akár ha egy egyszerű kahutot is használunk, azt lehet jól és rosszul is használni, az nem az eszközön múlik, miként például mondjuk egy Konyhakést is lehet jól, ügyesen használni, és lehet eléggé szerencsétlenül is, vagy hát kevésbé jól használni. Szóval nagyon sok csinélni készül, és ezek egy része bizony kreatív és izgalmas, és, és nagyon jó, úgyhogy érdemes ezeket megnézni, meg sajátok készítésébe is fogni. Na most... Azok a pedagógusok, akik szívesen készítenek feladatokat, játékos tevékenységeket a diákjaik számára, gyakorláshoz például, vagy a, egyszerűen a játékos tanuláshoz, azoknak ideális eszköze a, a Geniali. Amit itt el kell mondani, az az, hogy a YouTube-on számos magyar nyelvű hasznos videó található a témában, és épp egy évvel ezelőtt indult el a, a Geniali felhasználói csoport a Facebookon, ezt is jó szívvel ajánlom, és aki ismeri a végletet, a végleten elég sok hasznos linkgyűjtemény is van ehhez kapcsolódóan. Tehát ne ijedjen meg senki, ez a mai ö, webinárium nem egy ö, prezentáció lesz, csak azért mutattam meg ezt a prezentációt, mert maga a prezentáció Genialivel készült. És most az a javaslatom, hogy aki ö, 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 már regisztrált, az legyen kedves belépni a Genial-re genial.ly a webcíme, aki pedig nem, az még regisztrálhat, ha van kedve ezekben a percekben. Addig is elmondom, hogy a Geniali egy ingyenesen használható eszközrendszer, de van neki prémium előfizetése is, tehát fizetős funkciók is vannak benne. Ezeket a funkciókat ilyen csillagok jelölik majd, és itt fölül van egy ilyen All felirat, hogyha ezt itt lekattintjuk, akkor itt szok, meg szokott jelenni, most épp nem, mert nem vagyunk még ott, meg szokott jelenni, hogy akarjuk-e, hogy csak az ingyenes tartalmak jelenjenek meg, vagy pedig minden tartalmat szeretnénk látni. A kulcs a Geniali esetében az, hogy az eszköz e, sablonokat kínál a felhasználók számára, tehát e, ha valaki ismeri a kanvát, akkor a kanvához hasonló módon itt is sablonokból lehet kiindulni, ha e, nem szeretnénk a, a fehér lapból kiindulni, mert arra is van lehetőség, tehát ilyen módon lehet készíteni tartalmat. Miféle tartalmat lehet készíteni? Na most, hogyha valaki belép a Genialibe, és még nem használta, akkor nagyjából ez a látvány fogja fogadni, amit én most itt mutatok. Tehát ez a kilenc ilyen rajzocska tulajdonképpen és ezek mutatják, hogy miféle sablonok érhetők itt el. Ezek közül ez nem kilenc, hanem tulajdonképpen több, csak csoportosítva van, tehát úgy van megoldva, hogy a, itt vannak a prezentációk, infografikák, játékos megoldások, interaktív ábrák, videóprezentáció, stb. A more alatt van még néhány, és a blank creation, az utolsó pedig azt jelenti, hogy egy teljesen üres geniálivel dolgozik az ember, és onnan építi fel a tartalmát. Nos, nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Kattintsunk rá mondjuk arra, hogy presentations, tehát az elsőre, és akkor mindjárt nagyon sok színes dolog látszik, ugye ezek azok a minták, sablonok, amikkel lehet dolgozni. Ugye itt vannak azok a csillagok, amikről már beszéltem, itt fölül pedig ki lehet kapcsolni, tehát hogyha a csillagok mellől kiveszem a pipát, akkor csak azok a tartalmak fognak látszódni, amelyek nem fizetősek. Jó bőven van, úgyhogy nem, nem gond, ingyenesen is nagyon jól lehet ezeket használni. És hogyha megnézzük ezeket a mintákat, akkor lehet látni, hogy, hogy színben, stílusban nagyon sokféle van. Itt van például ez a ez a krétás, ide rákattintok, Choke Blackboard Presentation az a neve. És mit látunk? Hát azt látjuk, hogy én ezt a sablont használtam a kezdő prezentációm elkészítéséhez is. Tehát rákattintunk egy ilyen sablonra, itt van egy ö, ö, ilyen léptető gomb, és akkor tulajdonképpen meg lehet nézni, hogy ez a, milyen sablon prezentáció hogyan fog kinézni. És ha azt mondjuk, hogy ez nekünk tetszik, akkor ugye itt alul, jobb oldalon van egy Use this template, egy kék gomb. Ez a döntő lépés, tehát ezt kattintsunk rá, mondjuk, ha ez tetszik nekünk, és akkor utána azt mondja, hogy na itt ennyiféle Dia van, hogy úgy mondjam, a prezentációhoz, melyikről szeretnél másolatot készíteni, mert ezekből ezekből tudod felépíteni a saját prezentációdat. Na Most én egyszerűség kedvéért kijelölöm az összeset, de mondjuk erre nincsen szükség, itt 29 féle oldal, hát azért ekkora prezentáció nincsen, ahol 29 féle dia van, úgyhogy amikor a, a prezentációmat készítettem, akkor egy ilyen négy-öt lap típust választottam ki, de most a bemutatás kedvéért kijelöltem az összeset. Kis idő múlva a prezentációból készül egy másolat, és megnyílik a Geniali szerkesztője. És hát ez az, amit érdemes egy kicsit jobban megismerni. Aki... PowerPoint-ot használ, az a, annak a, azért ismerős egy kicsit a kinézete a, az ennek a rendszernek. Aki pedig kanvát t is használ, annak még ismerősebb. Ugye a menürendszer itt ide került a bal oldalra, a bal csíkra. Maga a a Giniali tartalomnak az elemei, úgynevezett lapok, ezek sorakoznak itt a bal oldalon, ezeket görgetem most, és hát megmondta előre, hogy 29 lesz, annyi is van. És hogyha ebből prezentációt szeretnék készíteni, akkor nincs más dolgom, mint minden egyes lapon valamit ugye módosítani rajta, tehát ezek a szövegek itt, kattinthatók, tehát például itt van ez a Blackboard, ide azt írom mondjuk, hogy bemutató. És akkor minden része, ezek itt szövegek, ez, is szöveg, minden része módosítható. Például ide fölírjuk azt, hogy, hogy digitális. Hát ez teljesen ö, ugyanúgy működik, mint más szerkesztő ö, programoknál. Ha kijelölöm, akkor itt fönt van nekem lehetőségem betűtípust módosítani. Itt jelennek meg a betűtípusok, mondjuk választom ezt. E, természetesen van betűméret változtatási lehetőségem is, és mondjuk betűszint is lehet választani, e, ha... Úgy tartja kedvünk, mondjuk ez a betűtípus nem a legszebb, de azért jó lesz. Tehát ha kijelölök egy szöveget, akkor látszik, hogy nehet szerkeszteni. Ha átmegyek egy másik oldalra, például ide, akkor itt is erről van szó. Most a szöveg mellett minden lapon vannak képek is. Ez is egy kép. Ezek a kréták is itt képek, tulajdonképpen. Ha valamelyik nem tetszik, akkor ki lehet cserélni, vagy ki lehet törölni. Tehát minden bemutató esetében uh, lehet módosítani. Ugye a, én is használtam ezt a felsorolást, akkor itt szépen beírtam, amit szerettem volna, és utána pedig uh, még színeztem is. Na most uh, a. Egy, a nyelvi kérdésről is kell egy kicsit beszélni. Ugye, mint látható, a Ginieli angol nyelven spanyolul és franciául működik, és uh, bizonyos esetekben nem szerencsés a uh, automatikus fordítást bekapcsolni az oldalon, pont a szövegek miatt, uh, de a szövegekre más miatt is figyelni kell, mert uh, sajnos nem minden betűtípus képes a magyar karaktereket megfelelően e, megjeleníteni. Tehát e, beírom ide, hogy árvíztűrő, tükörfúrógép. Ugye ez egy ismert szöveg arra, hogy ellenőrizzük, hogy hogy néznek ki a ékezetes betűk, és egy kicsit megnövelem a méretét, és fogjuk látni, hogy itt a probléma a hosszú űvel és a hosszú ővel van, tehát ez nem szerencsés ez a betű típus nekünk magyaroknak, úgyhogy sajnos változtatni kell rajta, mert így nem olyan szép, hogyha ez a két betű így marad, vagy pedig úgy kell fogalmazni, hogy ezek a betűk ne legyenek rajta, ez egy kicsit nehezebb már. Ugye nehéz, nehéz megfelelő betűtípust találni, de hát ez mondjuk most uh, éppen alkalmas lesz nekem, de de hát ezzel azért időt kell tölteni, hogy ne legyen túl sok félebetű típus uh, egy uh, prezentációban. Uh, néhány, néhány további dolgot, még visszamegyek ide az első oldalra, amit még érdemes megnézni. Az egyik például az, hogy. Uh, hogy itt a háttére rengeteg kép van, tehát a számok is, ezek mind elmozdíthatók, meg átméretezhetők, meg ö, mindenféle. Mondjuk ezek a számok pont nem képek, hanem, hanem szövegek, tehát ha beírtam azt a hármas mellé, hogy négyes, tehát 34, akkor ez, ez ez ezzel a betűtípussal, amivel a bemutató is van, ezek szövegdarabkák, de a kréta, ahogyan meséltem, meg a, ezek a nyilak is, ugye ezek képek, ezek méretezhetők, ha megfogjuk a sarkát bármelyiknek, és természetesen el is forgathatók, meg ö, meg ö, így ö, elhelyezhetők máshova tehát ezzel lehet még játszani. De nézzük csak meg, hogy ez hogy is indul el, amikor a prezentációt használjuk, akkor hogy néz ki, hogy indul el ez az első lap. Tehát a felső sorban találunk egy szemet, itt a két kék gomb között van, ez a preview, vagy magyarul előnézet. Ez arra szolgál, hogy megnézzük, hogy hogy működik ez, hogy fog kinézni majd a prezentáció, készen majd? Ugye az derült ki, hogy a, a kéz, az, csinál, az megjelent egy kéz, ott ö, ö, bemutatott egy aláhúzást, majd eltűnt, majd ö, azt látjuk, hogy a kréták, azok itten ö, lebegnek itt tulajdonképpen, a többiek azok ö, nyugton vannak, most már, de most még egyszer nézzük meg, hogy kezdéskor mi történik. Most ne a kézre koncentráljunk, hanem a többi részt nézzük. Tehát láttuk, hogy a kréták bejöttek, és a nyilak pedig befordultak. Tehát minden egyes objektumra lehet animációkat, effektusokat ráhelyezni. Mondjuk például szúrjuk ki ezt az alullevő nyilat, és a rákattintok, egyébként minden objektumra rákattintva, fölötte megjelennek kicsi gombok, amelyek mutatják, hogy mit lehet vele még csinálni. Hát az egyik gomb az egy újjacska, ez a linknek a gombja, majd beszélünk róla. A második gomb, ami kék, tehát ott valami történik is, valami ki is van töltve benne, az az effektusokra utal, az egy ilyen meteor jellegű, vagy üstökös jel, és a Replace pedig a helyettesítést jelenti, ezt a képet le akarom cserélni, akkor ezt használom. Nézzük csak ezt a középsőt. Meg, kiválasztva ezt a középső gombot, itt látszik, hogy itt mi is történik segítek értelmezni, mert így nem látszik, de higgyétek el, hogy nagyon könnyű. Tehát olvassuk együtt, ugye itt mutatja, hogy animáció lesz, animáció, a sárga pötty mutatja, hogy melyik féle helyzetben. Az entrance azt jelenti, hogy bejárat, tehát az, ami akkor történik, az az animáció, amit mindjárt uh, uh, itt alul beállítottunk, vagy beállítunk. Uh, tehát a kezdéskor fog történni. Itt egy irány van, ugye, hogy most uh, milyen irányba fog majd az az effektus megvalósulni. Itt pedig a. Az van beírva, hogy rotate down, tehát egy ilyen forgást fog baloldali irányban elkövetni, mégpedig a 0,2 másodperctől kezdve, tehát vár a kezdéstől két tized másodpercig, és az egész dolgot két másodperc alatt hajtja végre. Ez bonyolultnak tűnik, de valójában nem az. Nézzük meg egy másiknál. Itt van például ez a, ez a másik nyíl, tehát kezdéskor bejárat, itt jobboldali irányba fog mozogni, itt a rotét van beállítva, ő nem a 0,2-nél kezdi, hanem a 0,4-nél, és ő is két másodperc alatt hajtja végre az akciót. Ezeket természetesen lehet alakítani, azt akarjuk, hogy gyorsabban menjen, akkor egy másodperc azt akarjuk, hogy később induljon el, akkor itt változtathatunk rajta. Ha nem forgást szeretnénk, hanem valami mást, akkor ahogy fölé megyek, megmutatja, hogy az milyen lesz majd. Hogyha ilyen nagy pörgést akarok, vagy ilyen bepattanást, akkor ezt is meg lehet csinálni. Tehát minden egyes objektumra, szövegre és képre is igaz ez a beállítás, amit látható volt. Ha szeretnék más, más ilyen animációt beállítani, például arra, hogy ha mondjuk azt szeretném, hogy folyamatosan történjen, vagy ha az egér fölé megy, akkor történjen valami, ilyenre is van lehetőség. Na, ez, ez csak azért néztük meg, hogy lássunk, hogy bele, hogy minden sablont lehet módosítani, és saját magunk számára abból egy, egy anyagot készíteni, és a bal felső sarokban van egy pipa, oda van írva egy szépt, ami azt mutatja, hogy ez a program ma automatikusan menti, a, amit itt készítettünk. Ez nagyon jó hír. Ez az ablak, ami vagy ez a kis, kis dobozka, ami itt van. Ebben van, hogy mi lesz a neve annak, amit csinálunk. Én bemú egynek nevezem el, ne legyen olyan hosszú neve. Mellette szürkével az látszik, hogy draft, tehát vázlat. Az azt jelenti, hogy amit ezzel csinálunk, az még nem lesz publikus. Fontos, hogyha van olyan megbízható kollégánk, akikkel együtt, akivel együtt szeretnénk dolgozni egy csinélin, akkor a jobb felső sarokban találunk ezt egy ilyen emberke plusz gombot. Ha ezt megnyomjuk, akkor meghívhatjuk, a, ha beírjuk ide a webcímét, web az e-mail címét, a, a kollégának akkor ő is tudja ezt szerkeszteni. Nem egyszerre, de tudja szerkeszteni. Túl sok embert nem érdemes meghívni, mert uh, nem fogjuk tudni pontosan, hogy ki mit csinál és mikor. Szóval uh, ezt uh, tapasztalatból mondom. A rakéta, ez a kék, ez pedig a, akkor szükséges, ha publikálni szeretnénk, azt, amit elkészítettünk, ezt majd egy kicsit később, de tulajdonképpen itt lehet megadni a végső címét neki, és azt, hogy a tartalom uh, újra felhasználható lesz-e, tehát megengedjük-e másoknak, hogy azt uh, felhasználják? No, körülbelül így kezdetnek ennyi. Menjünk vissza, a, hogy úgy mondjam, a KH-hoz, tehát a fő, menübe, ezt nagyon egyszerűen úgy tudjuk megtenni, hogy a bal felső sarokban a G betű, ez a stilizált Genially logó, erre kell kattintani, és akkor az történik, hogy visszamegyünk ide a tulajdonképpen a Saját tárhelyünkre, amely tárhelyen már itt van ez a próba bemutató, amit én itt az előbb készítettem. Bármikor hozzá szeretnék nyúlni, ugye itt az Edit gomb, meg meg is oszthatom még másokkal, ha szeretném, szerkesztésre. Tehát ez nem az a link, ami, ami akkor kell, amikor országvilágnak szeretném kiosztani. Szóval ez itt megtalálható. Nálam itt még vannak fönt mapák, ez a prémium funkcióban van benne, akinek ez nincs, annak mind itt sorakoznak a bemutatói egymás alatt, de hogyha ez valakit nem zavar, akkor tulajdonképpen mappa nélkül is lehet boldogulni. Nézzük meg, hogy, hogyan, hogy mik vannak még, és fókuszáljunk, a játékos tanulásra. A, vagy a Create Genially bal felső kék gombot nyomjuk meg, vagy ezt a plusz jelet nyomjuk meg. Ugyanúgy visszajövünk ehhez a étlaphoz, amivel már találkoztunk, és akkor itt lehet tulajdonképpen még keresgélni különböző dolgokat. Hát nézzünk bele az infografikákba. A tanításhoz nagyon jól használhatók, de igazából tanuláshoz is jól használhatók, és nagyon jó, ha a gyerekek csinálnak ilyen infografikákat. Vannak infografika készítő alkalmazások, de ennek az nagy előnye az, hogy ezek az infografikák interaktívak, lesznek, tehát ezekre rá is lehet kattintani. Hogyha megnézitek, akkor itt a oldalon van egy ilyen, hogy függőleges infografika, ezeket látjuk, ezeket a csíkokat most, vízszintes és diagramok. Én a vízszintest választom, azok jobban áttekinthetők. Ha valaki készít egy ilyen tartalmat, és mondjuk szeretné publikálni, és a publikált tartalomnak a linkjét megosztja a külvilággal, akkor ugye az már az nem jelenti azt feltétlenül, hogy abba bele is tudnak szerkeszteni, sőt, nem jelenti, ha beállítjuk azt, hogy, hogy újra akkor másolatot készíthetnek róla. Na most, itt vannak tehát ezek az infografikák, ezek mind olyan dolgok, amelyek egy tanárnak hasznosak, tehát mondjuk látszik, hogy vannak itt idővonalak, meg térképek, de de nagyon jó pofa idővonalak vannak. Tehát itt van például ez a, ez a hőlékballonos, <laughs> ugye látszik itt, ez egy mintát látunk, tehát például egy bemutatóhoz nagyon jól lehet használni, Ugye ideálisan akkor, hogyha nyolc részből áll ez az idővonal, mert pont úgy van kialakítva ez a grafika, és ha megnézzük, akkor most már, most már, eh, hogy mondjam, profiban tudjuk olvasni a kottát. Nézzétek csak, hogy miről beszélek. Ugye eh, még anélkül, hogy megnyitnám, már látszik, hogy ezen van szöveg, itt is, itt is, meg itt alul. Vannak rajta képek, amelyek nem mozognak, és vannak rajta különböző képek, amelyek viszont mozognak. Már láttuk, hogy a rákattintva ezekre, ott a kis üstökös ikonra, ott lehet ezeket beállítani, hogy ezek így mozogjanak végig. De tulajdonképpen ennyi az egész. Tehát ö, nem, nem egy csoda dolog, hogyha megnyomom a Use is Template-et, tehát hogy használjuk ezt a sablont, template az a sablon, akkor ugye kisvártatva készít belőle egy, egy másolatot a számomra. Ugye ez már csak egyetlen egy lapot tartalmaz, itt látszik, hogy ez csak egy lap az egész, Ugye mondtam, hogy itt van ez a szöveg, ugye? Itt alatta egy másik szöveg, ezek a Lorem Ipsumok, ezek mind átírható szövegek. Na most, itt ezek szintén képek, ugye? Ezeket is lehet változtatni, és ahogyan mondtam, itt vannak ezek a zászlók. Tehát mondjuk itt kiválasztom ezt a 01-es zászlót, akkor ha rákattintunk a Meteor ikonra, akkor itt kiderül, hogy uh, a entrance, tehát a kezdésnél egy ilyen bounce effektus van rajta, tehát így be, beugrik, ugye fél, másod, fél másodpercnél teszi ezt, de ha itt a folyamatos, tehát continuous-re kattintok, ahol sárga pötty van, ott van beállítás, akkor itt látszik, hogy random módon lötyög vagy mozog, vagy ugrál, vagy nem tudom. Tehát be van állítva rá, hogy bármelyik effektust véletlenszerűen csinálja. Ezért ilyen kaotikus lesz egy kicsit, mert ha mindegyiknél ez van beállítva, akkor ugye ez megtörténik. Tehát egy nagyon egyszerű lapot látunk, mozog, tehát egy kicsit olyan izgalmas, és egyébként meg ennyi az egész. De ha megnézzük az előnézettel, tehát a szemmel, akkor ugye még látunk valamit hozzá. Például azt látjuk, hogyha mondjuk valamelyik zászló fölé megyek, akkor kiugrik egy picike uh, kis ilyen felirat. Látjátok, minden ugyanaz a felirat, a Lorem Ipsum, de ha visszamegyek ide, akkor ezeket uh, tudom módosítani. Ugye itt is Lorem Ipsum van, meg itt is, ugye, tehát mondjuk, ha kiválasztunk valamit, hogy valaki, egy, mondjuk egy író, mikor született, és akkor az életútját szeretnénk fel, felírni, akkor ugye itt ide írjuk, hogy mondjuk, hogy ide írunk egy dátumot, egy évszámot, tehát mondjuk azt írjuk, hogy 1900-ban történt valami, és akkor a, a, a zászlónál pedig, rákattintva, már e, megint három e, gombot látunk. Az egyik gomb, ugye a Meteor, azt már ismerjük jól, a másik kettő pedig az újacska középről, amit mondtam, hogy az a Link, és a harmadik gomb, ha fölé megyek, ki is írja az az UnGroup, ez a csoportosítás, ilyen van a powerpoint is, meg Word-ben, meg mindenfélében, hogyha több dolgot kijelölök, összecsoportosítom, akkor onnantól kezdve együtt tudom mozgatni. Hát itt több dolog van, ugye a zászló meg a rajta levő szám, ugye azok össze vannak csoportosítva, azért egyszerűen, hogyha én így elmozgatom innen, akkor együtt mozogjanak, és ne kelljen ezzel problémázni. Na no, nézzük csak ezt az újacskát. Ha rákattintok, akkor itt látszik, ki van írva egy tooltip, tehát egy ilyen felugró szöveg, magyarul is így szoktuk mondani, hogy tooltip. És ide azt írom, hogy megszületett. Megszületett a szülővárosában. Ugye, ez csak egy példaszöveg, de kijelölve ugye középre lehet rendezni, lehet vastagítani, lehet színezni, sőt, betű méretet is lehet állítani, ilyen jó nagyra, képet is be lehet ide tenni, sőt, YouTube videót is be lehet ide tenni, szóval elég jók a lehetőségek. Tehát mit tettem? Rákattintottam egy objektumra, és fölötte az újacskát választottam. És ott mindig négy lehetőség van, és abból az egyik ez a szöveg. Nézzük az előnézetet, hogy ez most mire, mire is vezetett minket. Tehát itt jönnek ezek a bepattanó zászlók, jó sokan, úgyhogy jó lassan. És itt van, látjátok, hogyha fölé viszem az egeret, akkor kiírja, hogy megszületett a szülővárosában az az ember, akiről készítjük az idővonalat. <kül> tehát ugye, és itt van az 1900. Tehát ez tulajdonképpen, ha tudja az ember, hogy mit szeretne itt mutatni, akkor nagyon gyorsan tud szerkeszteni. Hogyha pedig valamin változtatni akarunk, tehát mondjuk nem tetszik a háttér, mondjuk erre pont jó ez a háttér, de hogyha ki akarjuk cserélni a hátteret, akkor arra is van lehetőség. Megint megnyomom a G betűt a bal felső sarokban, és megmutatom, hogy még mik vannak, és megint megnyomjuk a kék gombot, a Create Genialit, és most nem az infografikára megyek, hanem a hanem a gamificationre, itt vannak a játékos alkalmazások. Ugye magyarul a gamifikációt a játékosításra értjük, ami nem ugyanaz, mint a játékos tanulás, de itt angolul ez a kettő dolog keveredik valójában, de valójában itt nem játékosításról, hanem játékos tanulásról van szó. Itt van a prémium, az kiveszem a prémium tartalmat, hogy itt ne legyen ezzel probléma. És akkor itt vannak a játék példák, tehát mondjuk, hogyha valaki szeretne egy, hát egy ilyen kvízkérdéssel foglalkozni, itt van például ez, tehát, hogy kifestette ezt a festményt itt, ugye? Ez úgy működik, ahogy látjátok. a fölé megyek, akkor ilyen kicsi lesz a betű. Ez úgy működik, hogy ha rákattint az ember, a, a, mondjuk Szezára kattintok, ami rossz, akkor ki fog írni, hogy Ajjajjaj, hát ez nem volt jó, mert de la Croix volt a helyes válasz. Tehát ha szükségem van valahol egy anyagban egy ilyenre, akkor lehet vele ilyet csinálni, ilyen teszt típusú. Na ez az, amire azt mondtam, hogy az nem nézi, hogy ki kattintott rá, jól kattintotta, és ha rosszul, hányszor rontotta el. Tehát ez nem uh, ilyen típusú alkalmazás. Vagy itt van például ez egy nagyon jó pofa uh, sablon. Ugye ez úgy működik, hogy mozgatni kell az egeret, és ki kell találni, hogy mi van mögötte. Hát ügyes, ügyesebb gyerekek, vagy nagyobb, inkább idősebb gyerekek már rá fognak jönni, mert lehet, hogy ismerik ezt a festőt, vángógot. De egyébként itt a gomb, az answer, rákattintjuk, akkor Ugye feltárja. Hát ez most tipikusan nem gyakorlásra, hanem tanári bemutatóhoz való, mert különben a gyerekek rákattintanak a válaszra. Szóval nem fog nekik. Nem lesz ezzel nagy gondjuk. És akkor mutatnék egy konkrétabb példát. ezt az első játékot, ez a Whats Different. Ez a, ez a játéknak a neve, Whats Different tehát hogy miben különbözik. Na most megnyitom ezt a, ezt a sablont, és akkor megmutatok, megmutatok néhány dolgot benne. Egyrészt, hogy olvassuk együtt, másrészt Na, hogy hogyan lehet ezzel dolgozni. Na most felmerül a kérdés, hogy mi van, hogyha több sablomból is akarok dolgozni, tehát tetszik nekem itt valami, tetszik nekem ott valami, hát akkor tulajdonképpen több sablomból is tudok dolgozni. Ugye ez úgy működik, ez a, ezt meg fogom mindjárt mutatni, amikor a, egy üreset nyitunk, tehát ez csak olvassuk, nem, nem kell más tennünk. Ugye ezen az oldalon mi van, egy szöveg van, ez itt fönt, itt van egy másik szöveg, és itt van ez a háromszög. Ha rákattintok a háromszögre, akkor látszik, hogy van egy link, meg a, van valami effektus rajta. Az effektus most nem fontos. A ujjacskára kattintva, Látszik, hogy ha én oda kattintok, akkor be van linkelve, hogy a következő oldalra menjen át. Tehát amikor az előbb tooltipet csináltunk, akkor, na, akkor, ugye a tooltip uh, uh, variációt használtuk. A go to page azt jelenti, hogy menj át egy másik oldalra. Tehát tulajdonképpen, hogyha hogy egy szabaduló játék van, akkor ott nem egyértelmű, hogy mindig a következő oldalra kell menni. Lehet, hogy ugrándozni kell egy ilyen lineáris szerkezetben ugyan, de mégis ugrándozni kell. Ezért kell használni a Go -to page et Ráadásul nem minden tartalomnál egyértelmű, nem mindegyiknél lehet lapozni. Ugye az, hogy lapozható-e egy tartalom, az azon múlik, hogy az elején amikor elkezdjük, akkor itt fönt, a lap jobb oldalán van egy kis varázspálca, rákattintok, és akkor itt több minden van, például ilyen átmenetek, mint a PowerPoint-ban vannak ilyen átmeneti stílusok, itt mutatja, hogy mi mifélék. De itt van egy ilyen, hogy Navigation, Navigáció, és itt állítjuk be, hogy hogyan fogja használni majd a felhasználó. Ha mi egy lapozható prezentációt készítünk, akkor az a standard. Ha egy önmagában működő, tehát a felhasználó interakcióettől függetlenül működő tartalmat készítünk, videó, animáció, akkor a középső. A microsite pedig olyan, hogy akkor jutunk át egyik geniali lapról a másikra, hogyha valamire rákattint az ember, és egy link Ként dolgozik vele. Tehát uh, itt ez a microsite van beállítva, az olyan, mint egy weboldal, tehát uh, ha én bekapcsolom az előnézetet, akkor itt uh, bármit elkövethetek, de tulajdonképpen akkor tudok átmenni a következő oldalra, most kattintok az egére, ide, meg ide, meg ide, semmi, hanem itt a start, meg ez a kis háromszög, aminek az effektusa ez a villogás, vezet át a következő kér kérdésre, vagyis hát ja, az volt, van, hogy a feladvány itt az benne, hogy itt egy kép, mi az, ami ezen a képen valójában nincs rajta, tehát mi az, ami itt felesleges ezen a képen. Segítek, itt van egy méhecske itt ezen az órán, és akkor nagyon jó, mehet a következőre. Tehát ez úgy néz ki, hogy van egy kép, és rajta rá van téve egy másik kép, és ki kell találni, hogy mi az a, oda nem való kép, ami, ami, oda nem, nem, nem illeszkedik tulajdonképpen. Tehát itt ebben az esetben segítek ez a fa törzs itt a bal oldalon. És hát így, így ez a játék így folytatódik. Na most ez is csak egy ilyen minta ö, 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 akart lenni, tehát hogy lássuk, hogy mi minden ö, van. Hogyha mondjuk például szeretnék egy, egy másik festményt, akkor ugye beteltek ide másik ö, festményt a helyébe. És akkor most nézzük meg, hogy hogyan néz ki, ha üresen dolgozunk, és most ismerjük meg a menüt, a baloldali menüt. Ezt, amivel aztán már el lehet indulni, és csodákra ö, lehet képes az ember. Tehát kattintok így a KHR-ra, G betű, bal felső sarok. Ugye ahány ilyet megnyitottam, azok mind itt felsorakoztak, mert én már ezekkel dolgoztam. Tehát, ö, ugye, ha új tartalmat akarok létrehozni, nem felejtjük el, hogy a Create Genially, Plusz jelet, vagy a bal felső sarokban levő plusz jelet, gombot használjuk. A My Creations az első az, amik már megvan, tehát amiket eddig készítettem, tehát az én alkotásaim. A BIN pedig, ugye, a Kuka. Fontos tudni, hogy itt nincsenek terjedelmi korlátok, tehát nem szabják meg, hogy mennyit lehet feltölteni. Úgyhogy egészen nyugodtan lehet ö, dolgozni. Én, én nem tudom, én 30-40 ilyen alkotás után kaptam egy e-mailt a, a Genially-től, és küldtek egy kupont, amivel lehet, olcsóban lehetett megvenni az egyéves előfizetést. Úgyhogy ö, 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 teljes áron senki sem fizessen elő, ha már annyira beleszeret ebbe a dologba, hogy, hogy, hogy szeretni a plusz funkciókat, mert mindig van 20-30 os kupon, úgyhogy ezt lehet érdeklődni a csinálni felhasználói csoportban is, de mondom, én kaptam egy e-mailt, és adtak egy ilyet, és akkor megajándékoztam magam, majd megmutatom, hogy a mappákon kívül mi az, amit még nyújt az előfizetés. Tehát, ahogy mondtam, most nem nézzünk meg több ö, sablont. Sok van, érdemes ezeket nézegetni, és úgy olvasni, ahogy mutattam. Tehát rájönni arra, hogy mi mit köt össze, hogyan működik a motorháztető alatt egy csinyeli. Most a Blank Creation-re, a jobb alsó sarokra kattintok, és itt ugye először a méretekre kíváncsiak, hogy milyen méretű, milyen elrendezésű tartalmat szeretnék létrehozni. Hát én megtartom ezt, amit ő itt ajánlott, ezt az 1200 pixel x 675 pixelt, ugye? Ezzel fogok dolgozni, tehát megnyomom megint a kék gombot, és most egy tök üres uh, uh, genialit fogok kapni, nincs benne semmi, csak egy fehér lap. Ugye ezt használjuk akkor, hogyha uh, még uh, ha, ha már annyira konkrét elképzelésünk van, hogy már egy sablon inkább zavarna. Hát ez nem az első napokon lesz. Na, itt van tehát ugye ez a fehér, fehér lap, és hát nézzük meg, mit lehet ide tenni. Ugye a menüben megyünk sorba. Az első menü a text. Ugye látszik, hogy itt egy csomó ilyen betű elrendezés van, betű stílus van, tehát hogyha én szeretnék valamelyiket használni, akkor ugye egyszerűen csak az a feladatom, hogy kihúzom. Kihúzom ide a Title 2-t, és odaírom, hogy ez egy szöveg. Ugye a méretét, a színét, sok mindent lehet itt fönt állítani, ha kijelöltem persze. Most kijelölöm, és mondjuk adunk neki egy másik színt, és ugye a méretét most nem változtattam, itt ami fontos vele kapcsolatban, hogy például le lehet lakatolni, az, az arra jó, hogy akkor nem, nem tudjuk véletlenül elmozgatni szerkesztés közben, hogyha sok minden van egy lapon. Aztán lehet az áttetszőségét, átlátszóságát állítani, aztán lehet különböző sorrendbe tenni az objektumokat, most csak egy van, tehát nem lehet egymás alá tenni az egyet, de ha több minden van, akkor az érdekes, visszajövök, és ami még itt fontos, az az, hogy itt van egy kezecske, ezt akkor használjuk, hogyha megengedjük a felhasználónak, hogy azt az objektumot, amit kezecskézünk, azt tudja mozgatni, tehát hogyha tologatás van a az oldalon. Oké, okay, a következőre kattintok, az image-re, ott vannak a képek. Természetesen feltölthetek a gépemről képet, a netről képet, de itt van egy jó néhány egyéb lehetőség. Vannak ezek a kivágott, körbevágott átlátszó képek, egyszer csak fogom is ide behúzom. Ugye ez elég jó, mert például ö, úgy lehet elhelyezni ezt a mögötte levő szöveget, hogyha ezt a szöveget egy kicsit így összehúzom, ugye, és akkor így, így használom, akkor az olyan, mintha rajta lenne, hát még ezen kéne dolgozni, de a lényeg látszik, kisebbre veszem. Aztán itt alatta van két így ingyenes képadatbázis, az Unsplash és a Pixabay, tehát, hogyha én szeretnék valamelyikről egy képet használni, mert rákattintok a Pixabay-re, és mondjuk szeretnék mondjuk a nappal kapcsolatban egy képet, akkor beírom, hogy sun, és a keresőjét használva már is találunk itt egy képet. Ugye? És akkor itt van egy kép, amivel aztán mindenfélét lehet, tehát itt látjuk, hogy lehet linket tenni rá, és effektust is lehet rá tenni mindegyik képre igaz ez. Oké, okay. na most, ha lejjebb itt visszamegyek, ha lejjebb megyek, akkor látszik, hogy van gifi, tehát animáció is lehet. Például, hogyha a gyereknél a gyerekektől kérdezünk valamit, és meg akarjuk dicsérni, akkor itt használhatjuk. Ezt meg is mutatom. Itt van a Pages, átkapcsolok a lap nézetre, ugye itt van egy egy, egy lapunk. Csináljunk még egyet. Itt van fönn ez az Add Page, és akkor itt e, e, térnék ki arra, hogy hogyan lehet több sablomból is összeválogatni klasz e, oldalakat. Hát úgy, hogy amikor új oldalt hozok létre, akkor itt eldönthetem, hogy használom ezeket a beépített elrendezéseket, ez pont ugyanúgy van, mint a PowerPointnál, hogy amikor új lapot hozok létre, akkor vannak fix elrendezések. Ugye ez a, ez a blank, ez a tök üres oldal, ezt fogom majd használni különben, de előtte, ugye itt van egy csomó elrendezés, képes, ilyen-olyan uh, grafikával ellátott sablon, de... Ha a másikat választom, a Genially templates itt mellette, akkor megjelenik ez az egész kínálat, ami eddig volt, és akkor rákattintunk valamelyikre, mondjuk ide a Gamification-re kattintok, és akkor kikeresem, itt van ez a Delacroix oldal, amit néztünk példaképpen, kiválasztom, és akkor itt van a helyes ugye a kérdés, és itt van, hogy mi volt a helyes válasz. Tehát ez egy két, két diás uh, kis Genially. azt mondom, hogy ed, és ugye megkérdi, hogy adunk-e háttérképet vagy nem, akkor már hozzá is adta, itt van. Tehát uh, egészen nyugodtan lehet ezzel dolgozni, és hát ha már itt tartunk, megtartom, de még egy, egy blanket, egy teljesen üreset hozzáadom. És akkor visszamegyek ide az első oldalra, és azt mondjuk, hogy ha ez itt van, ez a nap jó, nagy lesz. Ha, az, ha valaki rákattint a napra, akkor küldjük már át a következő oldalra, tehát akkor kapjon egy kérdést mondjuk. És akkor itt van ez az ujjacska, kiválasztom. Ez a négy lehetőségem van. Tooltip, felugró kis szöveg, window, felugró kis ablak, kisebb, nagyobb, közepes ablak. A go to page az egy másik oldal, másik lap, és a külső link a negyedik. A go to et választom, és azt mondjuk, hogy ha ide kattintottál, barátom, akkor mehet egy ilyen kérdés. És akkor itt az előnézetben mindig kipróbálja az ember, itt nem semmi se aktív, itt a jobb felső van egy ilyen kis ujjacska, ezzel mutatja meg a gyereknek, hogy mire lehet itt kattintani, tehát csak erre. Rákattintok, már át is jöttem erre a nagyon üres kérdésre. Átjövök ide, és akkor mutatom, hogy hogy kell dolgozni. Rákattintok a képre, ugye? Ez is kép, már úgy néz ki, mintha egy kép helyetti dolog lenne, de ez egy kép helyetti kép. És most jön a Replace, amit már ismerünk, és itt válasz, választhatunk valami képet. Hát most uh, uh, például itt van ez a kép, ezt fogom választani ezekkel a taxikkal. Jó, és akkor itt van a question, vagy hát spanyolul van, de ez mindegy, melyik városban járunk. És most kell megérteni a lényegét a dolognak. Tehát itt nem az van, mint a kvizizben, szókratívban, redmentában, kahutban, hogy én most bejelölöm, hogy melyik a jó, és majd most majd tudni fogja a rendszer, hogy melyik a jó válasz, és majd kevergeti is esetleg, hanem itt fixen be van égetve. Itt a másikon látszik, hogy a bal szélső lesz a jó válasz, tehát én ide kell, hogy írjam azt, hogy New York, ugye? Mert ha ide írom, akkor, euh, akkor ugye az a jó válasz, de én már tudom, hogy a baloldali a jó válasz, ugye? Tehát nem attól jó válasz, hogy tudja, hogy jaj, hát itt taxik, meg minden, hogy ez New York lesz, hanem ez azért a jó válasz, mert ide van belinkelve. Ide is írok valamit hogy legyen, és uh, És akkor nézzük csak meg, hogy hogyan néz ki ez tovább. Úgy néz ki, hogy rákattintok a New Yorkra, és akkor kell ugye nekem belinkelni ugye, a, a, ezt az oldalt, ugye ez erre az oldalra fogja őt vinni és a Chicagót is át lehet küldeni ide, de lehet olyan, hogy létrehozok egy hibás oldalt, hogy ó, oh, öcsém, ez nem jó. Mondjuk, hogy ez lesz a hibás oldal, ez az üres, és a, a, a Los Angelesnél is ezt fogom választani. És akkor ugye itt az üres oldalra ki kell írni valami szomorú dolgot, uh, image, és uh, és választok valami ezt a, ezt a figurát, amelyik úgy tűnik, mintha örülne, de ne nem, mert ez nem jó válasz, és akkor erre a figurára ráteszünk egy linket, itt van a tetején az újacska, go to page, és visszaküldjük ide, hogy próbáld meg újra. Jó, és akkor Pages, már ezzel nem foglalkoztunk itt, ugye itt a kép helyére megint betesszük a New Yorkos képet, Replace, és pixabay volt, itt volt a kép, tehát egy mozdulattal itt van, és most már nem csinálom végig, hanem ide akkor be kell írni a New York, meg Chicago, meg Los Angeles, és akkor fogja látni. Nézzük meg, hogyan működik. Hát előnézet. Ugye be van linkelve ez a kép, rákattintok, melyik városban járunk, elrontom, Chicago. Jön ez a várány, nem, most oda kellene írni, hogy menjél vissza, próbált újra, kedves kolléga. Kattint, akkor visszajöttünk ide, és akkor most a New Yorkot kell választani, és akkor kiderült, hogy jó a megoldás. Na most két apróságot mutatnék. Az egyik apróság az az, hogy itt valójában itt van a lapozási gomba szélén. Miért van ott? Azért, mert amikor elkezdtük, akkor nem állítottam be itt a varázsló pálcával a navigációnál, hogy ez nem standard, hanem microsite. Mert nem is gondoltam, hogy lesz ennek most jelentősége, de lett. Úgyhogy ez fontos, hogy ne lapozgathasson az ember rajta. És akkor így még egy pár dolgot mutatnék, egy új lapot hozok létre, csak azért, hogy lehessen látni, hogy még mire képes ez. Tehát a menüt, a baloldali menüt egy kicsit még megismerjük. A képeket láttuk, a resources a következő. A resources vannak ikonok, alakzatok, grafikonelemek, elemek, ilyesmi térképek például, vagy ilyen sziluettek. Ezeket simán ki lehet ide húzni, ez ugyanúgy kép, mint, mint bármi. Na most jött egy kérdés, hogy csak a baloldali válasz lehet jó, ez azon múlik, hogy melyiket linkelem oda. Tehát uh, itt ebben az esetben azért ezt választottam, mert valaki már előre ugye beszínezte ezt zöldnek. De hogyha mondjuk azt szeretném, hogy a, ez a válasz a középső legyen jó, akkor itt át kell színeznem, ugye, ezeket a... Uh, uh, ugye, most egy másik zöldet választok, hogy látsz, akkor át kell színeznem, a téglalapokat, hogy akkor ne legyen ebből probléma, ugye? Tehát így. És akkor már rendben vagyunk, de most nem fejeztem be, mert ez ugye ez volt szép fehér vastagbetűkkel, szóval látszik a dolog, de a lényeg az, hogy, hogy az a jó válasz, ahova én linkelem a jó választ. Tehát, hogyha én, tehát itt kell eldöntenem, hogy melyik a jó válasz, és úgy küldöm tovább az illetőt. Most itt ebben a sablonban a baloldali volt a jó válasz, de lehet rajta változtatni. Vissza ide az oldalhoz, tehát az inter, a resources-ban ilyen kész, ikonok, ilyesmik vannak. Az interaktív elemenc van sokkal izgalmasabb dolog, ezek a gombok valójában. Tehát, hogyha például szeretnék egy oldalra tenni egy tovább lépő gombot, akkor vagy egy visszalépő gombot, mondjuk teszünk egy ilyet is, meg egy ilyet is, akkor, ugye itt van ez a kettő, akkor ugye be lehet innen húzni, ami kell, és rákattintva kis újacska page, go to page, és akkor eldöntöm, Ugye itt vagyok most, ez a sötétkék kijelölés, a visszagombbal meg ide küldöm az illetőt. Ez lehet, hogy a biciklistára kattintva jön elő, lehet, hogy bármire, bármire lehet rátenni, nem muszáj látszódjon, hogy ez visszalépés, de azért ilyenre szükség lehet. Feliratos gombok, számok is vannak, és láthatatlan gomb is. Mi a láthatatlan gomb azt jelenti, egy ilyen terület, amit lehet természetesen uh, méretezni. Ez akkor jó, hogyha van egy bonyolultabb képem, és arra teszem rá. És akkor azt mondom, hogy uh, itt egy kép, kattints rá a, nem tudom, a zebrára, és ott van még 25 állat, és akkor kattingathat, és mindegyiknél van egy ilyen rejtett gomb, tehát nem látszik, hogy, hogy, mi, 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 a, mi, mi, mi rajta a gomb tulajdonképpen. Tehát a fogok egy bonyolultabb képet, mondjuk uh, uh, innen az ansplashból uh, szerzünk egy képet, és itt idehozzuk ezt, ugye, és hogy az a feladat, hogy kattints a nem tudom én a kék inges fickóra, akkor ugye rá lehet tenni ezt a gombot, most már itt nem nagyon látszik, ugye ez a láthatatlanságnak a, a, ott van, és akkor hozzá lehet tenni egy linket, hogy ügyes voltál, nem tudom. Ezt nem az első pillanatokban használja az ember, de jó dolog. Aztán vannak okos blokkok, smart blocks, ezek ilyen grafikonok, hát ezt most nem fejteném ki. Az inzertet viszont megmutatom. Na, az inzertben van két jó funkció, amit mindenképpen ajánlok használni. Kicsit csinálok helyet itt, azért terelgettem itt a dolgokat. Az egyik az audio. Ugye a saját gépünkről feltölteni audiót nem tudunk csak prémium üzemmódba, de a klik Click to Record an audio-val, ezzel itt fel tudunk venni egy szöveget, rákattintok, és amit most beszélek, azt már veszi is. És ide lehet egy tanári instrukciót, egy mesét, egy dalocskát, egy felvezetést készíteni. Itt kattintottam, hogy álljon le, és már itt is van. Tehát ez már itt van, rögtön. Tehát látszik, hogy rajta van maga a, a hanganyag, amit le is lehet rövidíteni itt ezekkel a kis eszközökkel. Ami még ennél is talán érdekesebb, az, hogy videót is be lehet szúrni. Hát ha tudjuk a YouTube videó linkjét, akkor, akkor ez könnyű. Tehát például itt van a online csoportmunka végleten című videó, és ezt kimásolom, akkor ide be lehet tenni szépen ezt a linket, és itt van a videó. Bekerült. Ez is méretezhető, meg minden. Tehát webes tartalom, beágyazás a webes tartalom. És ami még nagyon jó pofa, hogy mi lenne, hogyha a gyerek járkál itt a lapok között, és mindenféle érdekes dolgokat kell neki tennie, de mondjuk szeretnénk használni mondjuk egy külső feladatot, ami már ott jól megvan, de ide is be szeretném illeszteni. Hát ez például erre példa, a sokak által ismert tankockák, tehát a learningapps.org. Mi lenne, hogyha a geniali -be betennénk egy tankockát? Hát semmi, nem, nem ördöngösség, rákattintok, és akkor hát keresnem kell ugye egy... egy megfelelő tankockát. Itt van például ez a csontvázrendszer, ezt fogom én ide most betenni, és itt a, alul ö, a tankockánál van egy ilyen, hogy beágyazás, úgy kezdődik, hogy iframe. Ha én ezt kijelölöm ezt a szöveget, anélkül, hogy tanulmányoznám annak tartalmát, és átjövök ide, és ugye hol tartunk? Van egy lapunk, a, lapon, a, 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 lap szélén az insert menü van nyitva. Az insert menüben ugye három fül van az audio, a videó és az others, vagyis más. És ott van két kacsacsőr is, ez a beágyazásnak a jele. Akkor ide ebbe a fehér, majdnem téglalapba szépen, Ctrl-V-vel bemásolom azt a tartalmat, amit találtam a, az előbb a csontvázrendszerről, megnyomom az insert gombot, és ott van. Csak egy kicsit nagy ez a csontvázas feladat, de amúgy itt van, és működik. Most nem, de hogyha az előnézetet kattintom, akkor ezekre így rá lehet kapcsolni, kattintani, és akkor lehet próbálkozni, hogy mi micsoda itt. Ugye? Tehát ez egy Hát ez egy terhelt oldal van, audio is rajta, meg YouTube videó, meg tankocka, de ugye ez csak példa szeretne lenni. Tehát külső tartalmak is beágyazhatók, mint ahogy a Genially is beágyazható máshova. És az utolsó menü, amit mutatnék, az a background, tehát a háttér formázása, hát ez tulajdonképpen egyszerű. Itt vannak ugye eleve szín lehetőségek, ugye meg lehet a hátteret színezni, de ha szeretnénk valami képes hátteret, akkor van itt bőven. És nem csak a, a magát a lapot lehet színezni, hanem, hanem a lap környezetét, az úgynevezett bázist is lehet színezni. Erre mutatok most példát. Hogyha ö, visszatérek ide a Pages-re, hogyha például valaki letörölni ezt a ö, tartalmat, ezt a YouTube videót, például, mondjuk az nem lesz, mert ez digitális témahétanyag, szóval, hogyha eltűnik a videó, akkor itt sem fog működni. Tehát ö, itt ö, nagyon fontos, hogy beágyazásról van szó, nem másolásról, akkor ö, Indul el, amikor odaértünk, tehát akkor hívja be online egy másik helyről. Tehát nem tárolja le a videót, nem tárolja le a WordVol feladatot, a Learning App-et, a GeoGebra-t, nem tudom, mindenfélét be lehet tenni, sima weboldalt is be lehet tenni, akár ide ilyen beágyazó formában. És akkor végül szeretném megmutatni, hogy hogyan járunk el, ha végeztünk és publikálni szeretnénk akkor a jobb felső sarokban a rakétára kattintunk, ezt már megbeszéltük, már mutattam, és ugye az történik, hogy vagy publikus, vagy privát verzió van felajánlva. A privát az csak akkor, ha előfizetésünk van, tehát mindenki publikus lesz az, amit készítünk. Itt adhatunk neki címet, én adok neki egy címet, hogy próba 29, adhatunk hozzá egy leírást, odaírom egy leírás, és egy nagyon fontos kapcsoló van itt, ez itt, a reusable. A reusable azt jelenti, hogy újra felhasználható. Ha én ezt itt bekattintom, akkor az, a, amit most én létrehoztam, azt bárki megnézi, akkor az, a, a nézés közben az alján ott lesz egy ö, 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 kék gomb, amivel ő másolatot készíthet a tartalomról, és ő maga átalakítva felhasználhatja azt. Tehát ekkori, ekkor én lemondok arról a jogomról, hogy akkor ez csak az enyém, és így tovább. Oké, okay? és megnyomjuk az All Set gombot, és akkor ugye felajánlja a lehetőségét a megtekintésnek, ezt most kihagynám, felajánlja a downloadot, a letöltést bizonyos formátumokban, ez csak prémium felhasználóknak, itt a csillag, és a share a megosztás. Ugye, ha megosztásra kattintok, akkor kiderül, hogy itt elég sok minden van. Például itt van ez a link, ugye ezt küldöm tovább különböző embereknek, vagy itt van az insert, kiderül, hogy hát ezt is lehet beágyazni, tehát akkor ez a beágyazó kódja, tehát mondjuk egy weboldalba, blogoldalba be lehet ágyazni magát a, a tartalmat is. Tehát nem csak ide lehet hozni máshonnan, hanem máshova is innen. Hát kőkorszaki módszer e-mailen elküldeni, de hát lehetséges. A Közösségi oldalakat én most kikerülném. Az AdWords-ben viszont ott van a Google Tanterem és a Microsoft Teams. Tehát, ha összekapcsoljuk a, a ezekkel a, a Geniali belépésünket, akkor ezt meg lehet osztani rögtön is a gyerekekkel, de a linken keresztül is működik. És tulajdonképpen ez az az alap, amire lehet építeni, akkor, hogyha az ember el szeretne indulni ezen az úton, és millió-millió lehetőség áll rendelkezésre. És nagyon sok segédanyag van, eh, amit nagyon jó szívvel ajánlok, a YouTube-on is van. Eh, nálunk is volt, a következő szintre ajánlom a digitális témáját eh, csatornájáról, Novák Károly előadásait például, de eh, érdemes keresni a, a YouTube-on, vannak hasznos, rövid. Eh, ilyen útmutató videók, amikkel lehet dolgozni, és nagyon ajánlom a, a Genially felhasználói csoportot a Facebookon, ahol megosztják egymással a tanárok az elkészített tartalmakat, vagy legalábbis sokan, és kérdésekre is egymás segítenek a, a, a csoport tagjai. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és mindenkinek sok-sok kreatív alkotást kívánok a genially